A Nem vallott eltemetve című 56-os témájú filmmel köszöntötték Gyula még élő 1956-os veterányait és a családtagokat a művelődési házban. Az alkotást együtt nézte meg az a 7 egykori túlélő, akik személyesen vettek részt a gyulai és gyulavári forradalmi eseményekben. A vetítésen Stefka István, a dokumentumfilm rendezője, és Dózsa László színművész is részt vett, aki komoly szerepet vállalt a forradalomban, az ő történetén keresztül pillanthatunk bele az akkori eseményekbe. Megkerestem még akkor élő 56-osokat, és szóra bírtam őket. És az egyik éppen Dózsa Laci volt, és a Dózsa Laci története volt az, ami különleges volt a maga a nemében, mert gyakorlatilag kétszer meghalt. Egyszer kivégezték, másodszor meg agyonverték, és talpra állt. Különleges történet, igaz történet az övé, bármennyire próbálják ugye ezt olyanná beállítani, hogy ez egy kitaláció. Nem lehet kitalálni valamit, akinek a nyakán és a fején több lőtt sérülés van. A találkozón részt vett M. Szabó András, 56-os polgármester is, aki évekkel ezelőtt határozta el, hogy Mány Erzsébet és Farkas Mihály számára a posztumusz gyulaváros díszpolgára címet adományozzanak, ami eddig különböző akadályok miatt nem valósulhatott meg, de most már lehetőség van ennek elindítására. Hála Istennek, örömömre szolgál. Ma bementem a megyei ügyészségre, és elmondtam, hogy mik a terveim, hogy ezeket legalább díszpolgárokká nevezhessük ki, és azt a választ kaptam, hogy minden további nélkül meg lehet csinálni, ha a város polgármester ehhez hozzájár. A rendezvényen a filmvetítést követően a jelenlévők egy kötetlen beszélgetés formájában idézték fel az egykori történelmi eseményeket.